Üdvözlünk a Watch Mojo Magyarország csatornáján, ahol ma azt a top 10 pillanatot hoztuk el nektek, amikor Peter Griffin részeg volt a sorozatban. We did it, Brian! Ehhez a listához a legszórakoztatóbb jeleneteket nézzük meg, amiket a Griffin család feje mámoros bohóckodása alkotott. Kisebb, meghatározó cselekményekről is szó lesz, ezért inkább szólunk előre, spoileresek leszünk. Na de, nézzük is milyen volt Peter, amikor bepszott. 10. Peter túl sokat ivott hálaadáskor. Na és a ti apukátok tett már tönkre ünnepet beitalozva? Ha te vagy Chris Griffin, akkor a válasz egyértelműen igen. What's your favorite preparation of a tomato? Is it sun-dyed tomato? Amikor egy barátjának fia a hálaadás napján titokzatos módon visszatér Irakból, Peter kimutatja a katonaság iránti támogatását, a műsor legjobb háború ellenes poénjait felsorakoztatva. Kevin, you know I put a yellow ribbon on my car for you guys? And a little thing that says I support the troops. Because there's nothing I wouldn't do for you guys. But I don't have any change on me right now. Ezt követően a részeges nagyfiú tönkreteszi a barátságos amerikai foci meccset, még az előzőnél is cringe-ebb, de igaz humorral. Okay, so here's the game. I'm drunk, and I'm gonna throw the football too hard at my kids. Oh, Dad, do we have to... Don't cry! Nem csak, hogy megdobja Chris többször is a labdával, miközben kínosan nézik a többiek, de szegény gyereket a földig tiporja. Maybe it's time to ease off, huh? What are you talking about, Lois? Dad's getting drunk on Thanksgiving is a holiday tradition. A rossz apa egy gúnyos visszavágással próbálja menteni magát, a legrosszabb hagyományra hivatkozva. A generációk közötti erőszak gyökeréhez nyúlik vissza, tudjátok, amikor még a kalapokon öv volt. That's it! The belt is coming off! 9. Peter lesz a sörgyár kabalája. Amikor mindenki kedvenc sitcom apukája először látta belülről a pótek egy sörözőt, na, az volt az igazi mámor. You'll be tanked like the whole Irish nation. A dolgok így folytatódtak egészen odaig, míg főnöke Angela, a néhai Carrie Fisher által szinkronizálva, meg nem halt. We're gonna put a flag on you, and wherever you go, people will know that's where they put their recyclables. Please don't just throw them over. Az új főnökei látszólag megbíztak benne, mielőtt megtudták, hogy iszik a klotyón munka közben. What are you doing? Playing a game on my phone and having a beer, and God willing, going to the bathroom. Ahelyett viszont, hogy bajba került volna, ő lett a sörgyár kabalája. I'm in. No. We did it. Látni, ahogyan a nem éppen fényűző New Englandi tengerparton reklámfilmet forgat, és más abszurd utazásokon szenved, miközben kedvenc sörét vedeli, megfizethetetlen komédia. Wanna cool it with that drumming? Anyway, do you have to water your house? Because I would think that... You know what, let's just forget the conversation and just pose for the picture. Viszont annyi a mókának és a szénhidrátoknak, amikor Peter megtudja, hogy egy örökös viszály zajlik a kabalák világában. Let's hear more from the dog! Hops! 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 8. Peter első napja. Amikor a Griffin család kenyerkeresőjének munkára van szüksége, egy kicsit túl komolyan veszi azt a régi mondást, hogy azt csináld, amit szeretsz. Turns out there's a job opening at the Pawtucket Brewery. Egy látogatás után a munkanélküli hivatalban Peter megkapja a tökéletes munkát. Kedvenc sörfőzdéjében dolgozhat. Még jobb, hogy új munkáltatója ingyenes sört ad a dolgozóinak. We just ask that you don't drink during your shift. That won't be a problem, sir. Nagyjából, mintha kecskére bíznánk a káposztát, a szorgos dolgozónknak még azelőtt sikerült elcseszni a karrierjét, mielőtt megkapta volna az igazolványát. Mr. Griffin, since you can't control your drinking, you've been demoted to the shipping department. Oh, come on! This is your new supervisor, Angela. A hihetetlen gyorsaság, ami alatt Peternek sikerül kiütnie magát és mesztelenül áriázni, komikusan abszurd, de részek kirohanásának valóságtartalma miatt simán leköptük a tévéképernyőnket. Eredetileg 2005-ben adták ki, de ez a jelenet örök, és ennél többet nem is kell mondanunk a részeg öreg Peterről. Dad? What the hell are you doing? Yeah, hey buddy. I have a triple cheeseburger and a large fries and you sell pants. 7. Peter zongora előadása. Ezúttal nem csak Peter hibáztatható az iszákos ügyeiért. Peter, that's incredible. I don't understand how you're like the idiot from Shine. Ehelyett felesége vágya, hogy legyőzze riválisát egy koncertversenyen, ironikusan arra készteti Lois-t, hogy Peter legnagyobb támogatója legyen. Kiderül, hogy igazi isteni tehetség, ha alkohol befolyása alatt áll. I think we found his muse. Oh my god, you can only play the piano when you're drunk. Nos, talán kissé túlértékelik, mivel repertoárja kizárólag televíziós főcímdalokból áll.
Mindazonáltal a staccato előadásai meglehetősen lenyűgözőek, ezért Lois folyamatosan itatja, hogy fent tudja tartani a bizsergő elmélyült állapotát. I'm losing my buzz. I need more talent juice. A bemutatóra Peter annyira lerészegül, hogy nem találja a zongorát. Ennek ellenére egy hangos böfögés és egy kis segítség után elég jól játszik. Támos egyszerű, ám de hatékony gag segít megkülönböztetni nekünk ezt a jelenetet a többitől, többek közt Lois szerepének a totális pálfordulása. 6. Peter és barátai elfuvarozzák Meget. A fiúk ivós partija hamar véget ért, amikor Lois megkéri Petert, hogy vegye fel a lányát a görkori pályáról. Ez idegesíti a középkorú férfi csapatot, akik már elég részegnek és harsánynak is tűnnek. Dad, where have you been? I've been waiting for over an hour. Grab some wood there, bub. Daddy and his friends have been drinking. Amikor Griffin és a banda végül megérkezik egy óra késéssel, figyelmen kívül hagyják Meget, és több bajt okoznak, mint egy csapat ittas tini. Ezt követően a jelenet egy felejthetetlen kori diszkó táncszámmal tetőzik. Lehet, hogy a kövér Peter nem nyeri meg az évapja címet, és valószínűleg vissza kellene vonni a jogsiet, de táncolni? Na, azt tud. That was awesome! Oh my god, that was completely by accident! A gyilkos bevágások, a kegyetlen poénok és egy kis animált koreográfia ezt a részeges részt abszolút ütőssé tette. 5. Peter és Joe autót cserélnek. Látva Kohó legnagyobb piását, ahogy autókkal üzletel a haverjaival, nem biztos, hogy a legnagyobb squad gól, de azt tuti, hogy megnevettetett minket. Végül is az igazi barátok megmondják, meg ugye a kommentelők, amikor gyökér vagy. Például, amikor Kegmeyer megjelenik egy bárban, napszemüvegben. Hey guys! No, indoors, not allowed, do it! Peternek és Zsaru haverjának, Joe-nak senki sem mondja meg egy őszinte, mégis vicces pillanatban. Miután nevetséges módon eltereli Kegmeyer írásbeli segítségkérését, Peter és Joe elcserélik a kulcsokat és nyilvánvalóvá válik, hogy teljesen félreértik a kijelölt sofőr fogalmát. Okay, Joe, you're drunk. Okay, you're drunk. Give me your keys. And I'm drunk, so I'll give you my keys. Okay, now we're both good to drive home. Egyszerre rizikó és hülyeség mind része a rendellenes bájának, aki azon gondolkozik, hogy ez mennyire dühítheti fel az anyák az ittas vezetés ellen csoportot. Mr. Griffin Jarukin nézni egy katartikus gag, amelyet igazából soha nem is tudnánk megunni. You've been drinking tonight, sir? No, officer. I just had a glass of dinner with my wine. Okay, I'm gonna need you to step out of the car and walk a straight line, please. All right, you'll be safe, sir. There's a lot of crazies out there tonight. 4. Peter kárt okoz a cég tulajdonában. Láttuk már a Griffin papát részegen és tropára menve, de még soha nem láttuk ennyire kigyúrva. Az epizódban, amiben 3 kis epizód van, különböző híres rendezők által rendezve, nem is kell mondanunk, de a legjobb még most következik. Az utolsó rész ötvözi egy Michael Bay film izgalmát és következetlenségét, valamint kedvenc családunk részek bohóckodását. Lehet, hogy az aputestet tónusos testalkatra cserélte, de az alkohol és a bajkeverés iránti szeretete erősebb, mint valaha. The search is underway for a man strong enough to throw a keg with enough force to save the 7 wonders of the world. A kis epizód úgy kezdődik, hogy izmos főszereplőnk hordókat dobál, amíg az egyiket fel nem üti és meg nem issza. Ez oda vezet, hogy szexi főnöke kirúgja őt, bár nem azelőtt, hogy összejönnének. Körülbelül annyi értelme van, mint egy újabb Transformers folytatásnak, de legalább ezzel jól tudtunk szórakozni. 3. Peter közelebb kerül Meghez. Ennek a nagyszerű embernek a megkérdőjelezhető nevelési pillanataiból talán az a legemlékezetesebb, amikor Megnek beszél az alkohol veszélyeiről. I'm starting to sober up, so I'm gonna need one to keep an even playing field. All right, but it stays between us. Lehet, hogy néha hangulatgyilkosnak hangzik, de Peter folyamatos random beszólásai és lökött bevágásai könnyebbé teszi a dolgokat, mint egy diétás szájder. Ezen felül az apa-lánya beszélgetés szinte azonnal egy generációkon átívelő ivóversenybe megy át. Parodizálják a cápát és az elveszett frigyláda fosztogatóit is, míg Eddie Murphy Party All The Time című számára bebizonyosodik, hogy továbbra is fülbemászó. Party all the time, party all the time.
sörpongok, instant kudarc Vegasban, és egy kisebb kalózkodás fokozza a hangulatát a bulinak. Leginkább azt az izgalmat szeretjük, nézve, ahogy a Griffin család duója minden szabályt megszeg. Második, Mr. Piadal. Hey, I already seen this movie. Let's talk about other movies we've seen. That's an excellent idea. Több Family Guy epizódban is szerepet kap az alkohol iránti szeretete Peternek, de egyikben sem szerepel olyan zenei szál, mint ebben. Where am I? Hey, those guys are backwards now. Get away from her! Peter és kutyája Brian iszogatnak, miközben ellenszenves módon beszélgetnek egy moziban, aminek az a következménye, hogy részt kell venniük egy anonim alkoholisták gyűlésen. Somewhere in Quahog, there's a kid not being picked up from baseball practice, and it's all thanks to us. Ahelyett, hogy tanulnának a hibából, Peternek sikerül elérnie, hogy a csoport egy illegális kocsmává változzon. You will wind up wearing tattered shoes if you mess with Mr. Booze. Az egyre találékonyabb ivók a sorozat egyik legjobb zenei számával leplezik le magukat, a Robin és a Hét Gangster paródiájával. Amikor Peter ittasan vezetve meghal, a halál még egy esélyt ad neki, miután megmutatta neki az alkoholizmus és a józanság veszélyeit. Here we are. Well, everything looks fine. All right, family, line up for cigar burns. Ennek ellenére semmi sem múlja felül a ritmusos Mr. Piát. That's a shame. What a shame. Who's to blame for Corey Haim? His name is Mr. Bruce. Mielőtt felfednénk az első helyezettünket, íme néhány vigasdíjas. Joe haja lángra lobban. To the clown. Yo, your hair looks stupid. Peternek elkészül a jogosítvány fotója. Well, see, I got drunk and then got my picture taken, so that way when I get pulled over for drunk driving, I look the same as on my license. You know, and then the copper will say, "Oh, you're fine. You're not drunk. This is you normal. I can tell by the picture." Peter, egy baseball mérkőzésen. Now to have the only exciting thing in the game happen as soon as I turn my back. Gazdag Peter fizet egy kört. Hey Horace, another round for everybody. Gosh, Peter, you're really being generous with your money. Hey, what's the point of being rich if you can't share it with your pals, huh? Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Peter az igazi apja ellen versenyez egy ivós párbajon. Peter, have you been drinking? A Family Guy akkor a legjobb, amikor a legrosszabb, és ez az epizód erre az első számú bizonyíték. Grandpa! Oh my god, is he breathing? Somebody call an ambulance! Miután véletlenül apagyilkossá vált, Peter felfedezi, hogy valódi apja Írországban éli életét. Az ítélkező antialkoholista mostohapjától eltérően Peter biológiai apjáról kiderül, hogy ő a falu részege. Top of the morning, ladies! Let me catch you an Irish rose! Míg nagyszájú főhősünk általában bármit felül tud múlni, Mickey meg finegen majdnem egyenrangúnak bizonyul a rossz szülőség és az ivás terén is. Látni Petert, ahogy végül emberére akad, elég kielégítő, de ez azt is jelenti, hogy a humor a cselekményből és a karakterek személyiségéből adódik, nem feltétlenül a bevágásokból. Az epizód tele van sértő sztereotípiákkal és még egy zenés kocsmai bunyóval is tetőzik, így nem lehetett kérdés, hogy miért ez végzett az első helyen. Irish lads are all infirm and our moods infect us like a germ, 'cause we're all the spawn of a pickled sperm. And we don't tan well either from a drunken Irish dad. Nektek melyik volt a kedvenc részeg Peter Griffin pillanatotok? Viszont kíváncsi vagyok, a ti részeg pillanataitokból össze tudnánk állítani egy 10-es listát? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!